komoly gond a földeken, tartósan vízhiányos időszakot hirdettek. 50 km az első táv, hétfőn indult a 6. megyefutás Békéscsabáról. Megtört a jég, a BRS-ek kiegyenlített a Nyíregyháza elleni elődöntőben. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. A rendkívüli aszályos időjárás miatt idén jóval hamarabb elkezdődött az öntözési szezon, a kormány pedig április 1-től tartósan vízhiányos időszakot hirdetett, így a gazdáknak nem kell vízkészletjárulékot fizetniük. Tehát annyi csapadék, annyi harmad sem volt, hogy elolvadjon maga a műtrágya. A földek szinte csontszárazak. A szakemberek szerint 40 éve nem volt ilyen aszály. A csapadék hiány miatt sínylődik, csak nem is tud nőni, nem is bokrosodik, 6-8 szál helyett 1-2-3 szál fog lenni, ami már eleve tudható, hogy termés kiesést fog okozni. Bozsár Tamás az Agrárgazdasági Kamara megyei küldöttje kiemelte, hogy az őszi vetések rendkívül gyenge állapotúak. Az aszály miatt a tavaszi vetések gyökerei pedig nem érik el a minimális vizet a talajban. Összességében egy 100-130 mm csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy ezek a növények valamilyen szinten elinduljanak, regenerálódjon, amennyire tud, és akkor még van remény, hogy lesz valamennyi gabona, de biztos, hogy kevesebb mennyiség lesz az átlagosnál. Ezen a több mint 250 hektáros földön megoldott az öntözés, de országos szinten a teljes beművelt földterület csupán körülbelül 3%-ánál van ez így. Az öntözési idény hamarabb indult el ebben az évben. A belügyminisztérium április 1-től tartósan vízhiányos időszakot hirdetett, így a gazdálkodóknak csak az alapdíj 30%-át kell megtéríteni. Egy olyan döntés született az Agrárkormányzat és a belügyminisztérium részéről, amely figyelembe veszi a gazdáknak a kérését, figyelembe veszi azt a klimatikus változást, amely sújt bennünket az Alföldön és mondhatni az egész Kárpát-medencében, az öntözési idény kiegészítésével, kitolásával nem csak a tavaszi, hanem a késő őszi növények öntözése is biztosíthatóvá válik. Farkas Sándor hozzátette, elkészült az öntözési stratégia, amelynek megvalósításához 170 milliárd forint áll rendelkezésre. Ezzel 10 év alatt plusz 100 ezer hektár terület öntözése válik lehetővé. A láthatóság a biztonságos közlekedés alapfeltétele, tartják a szakemberek. A jó idő beköszöntével egyre többen veszik elő kerékpárjaikat és kismotorjaikat. A mindennapos közlekedés során van néhány biztonsági szabály, amit érdemes betartani. Sokan elfelejtik, hogy mint minden közlekedési eszköznek, a kerékpárnak is vannak kötelező elemei. Megkerestük az egyik békéscsabai kerékpárüzlet vezetőjét, aki elmondta, mi az, amit érdemes elvégezni a tavaszi használat előtt. Hogyha hosszabb időre volt letéve a kerékpár, mindenképpen feltétlenül szükséges megnézni, hogy a kerékpárok fékrendszere, világítása, váltórendszere rendben van-e. Ha hosszabb időre lettél, tehát nagyon régen volt megnézve a kerékpár, nem árt egy ilyen tavaszi úgynevezett nagy generál, amikor, hogyha egy szakszervizbe elviszik, akkor teljes darabokra szétszedik, megtisztítják, csapágyakat rendbe teszik, fékeket ellenőrzik. Mielőtt kerékpárra ülünk, fontos átgondolni a KRESZ szabályokat is, ami a két kerékkel közlekedőkre is vonatkozik. Három legfőbb baleseti ok közül kettő, az sajnos a kerékpárosoknál is gyakran megjelenik. Így például az elsőbségadás elmulasztása és a kanyarodási szabályoknak a megszegése. Tehát ezek a szabályok a kerékpárosokra is vonatkoznak. Hogyha például egy kereszteződésben elsőbségadásra kötelező jelzés van, akkor bizony ott a kerékpárosnak is meg kell adni az elsőbséget azoknak, akik részére a tábla ezt biztosítja. Tehát kérjük, hogy legyenek nagyon-nagyon figyelmesek. Fontos továbbá tekintettel lenni a többi szereplőre is a közlekedés során, emelte ki a Békés megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Közel 60 zenész lépett színpadra szombat este Békéscsabán a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Körösparti Vasutas Koncert fúvó zenekar ekkor tartotta meg hagyományos tavaszi hangversenyét. A szombatesti hangversenyre a zenei tehetségkutató, a Virtuózok 2018-as versenyének győztese is meghívást kapott.
Kunalős tanár úr az én tanárom, és az itteni karmester Döge Csaba tanár úr barátságából alakult ki ez a fellépés, és ők megbeszélték, én természetesen elfogadtam nagy örömmel. A tavaszi hangverseny már pénteken elkezdődött. A zenekar idén első alkalommal ugyanis egy matiné koncerttel készült a kicsiknek. Azzal a céllal adtunk nekik koncertet, hogy kedvet kapjanak a zenéléshez, hiszen mi nem csak focizni, meg társasjátékozni szeretünk szabadidőnkben, hanem zenélni szeretünk a legjobban együtt, és erre buzdítottuk a kicsiket is. Együtt énekeltek, tapsoltak velünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a kertcsináló matiné koncert. Szombaton este pedig a tavaszi hangverseny keretében igyekszünk megint valami újat mutatni. A hangversenyen felcsendültek többek között rockzenei feldolgozások, az 1988-as olimpia hivatalos zenéje, írdallamok, keringők, valamint Mozart varázsfuvolájának nyitánya is. Borkóstolóval egybekötött múzeumlátogatást rendez a Munkácsy Mihály Múzeum és a Borháló Borkereskedés április 13-án. A hagyományteremtő szándékkal szervezett első múzeumi csámborgás a múzeum és a borok kedvelőinek kínál kellemes szombatesti kikapcsolódást. A múzeum igazgatója elmondta, mindig különleges kiállításokkal és programokkal várják a látogatókat. A csámborgáson megtekinthető a Mértan kapszulák, a Petőfi Anzix és az Andy Warhol műveit bemutató tárlat is. Én azt hiszem, hogy ez az április 13-i rendezvény szintén egy ilyen különleges rendezvény lesz. Egy ilyen borbemutatót fogunk itt tartani a múzeumba, és ez a borbemutató nem csak arra azt a célt szolgálja, hogy az ide látogatók megkóstolják a 15 borászatnak a termékeit, hanem összekapcsoltuk múzeum látogatással. Három nagyszabású különleges kiállítást lehet megtekinteni ezen a napon a múzeumban. A Borháló borkereskedés vezetője kiemelte, a borkóstolón összesen 1 millió forint értékben kínálnak majd borokat. 15 borászat, 80, körülbelül 80 bora lesz kóstolható. Helyszínen vásárolni nem lehet, viszont arra adunk lehetőséget, és erre fogunk biztosítani egy nyomtatványt, hogyha valakinek tetszik valamilyen bor ebből a kínálatból, akkor azt meg tudja rendelni. És ugye mivel húsvét előtti hétvégéről beszélgetünk, a következő hétre ez a rendelt mennyiség az üzletben átvehető lesz. A szervezők azokra a családosokra is gondoltak, akik nem tudják kire bízni gyermeküket. A Hellendoron nyelviskola játszóházzal egybekötött gyermekfelügyelettel várja a kicsiket. Lesz kézműves foglalkozás, ami egyrészt a szőlészethez és borászathoz kapcsolódó témában készülő alkotásokat jelenti majd, másrészt pedig a múzeumhoz kapcsolódóan művészeti alkotásokat készíthetnek a gyerekek. Emellett mini rapid angol foglalkozásokkal készülünk, ahol szintén a szőlészethez, borászathoz kapcsolódó angol szavakkal és kifejezésekkel találkozhatnak majd a résztvevő gyerkőcök. A borkóstolóhoz a ropogtatni valót a Kornélia étterem biztosítja, a jó hangulatot pedig Hevesi Imre emeli instrumentális zenés produkciójával. Arra is azért föl vagyok készülve, hogy bármikor, ha esetleg egy kis buli kerekedik itt, az emberek jól érzik magukat, felszabadulnak egy kicsit, akkor ebbe is természetesen számíthatnak rám. Az első múzeumi csámborgásra a Munkácsy Mihály Múzeumban és online is lehet jegyet vásárolni. A jegyár magába foglalja a három kiállítás megtekintését. Ilyen az Én Családom címmel hirdetett megyei gyermekrajzpályázatot két civil szervezet. A verseny díjátadóját és a kiállítás megnyitóját múlt hét pénteken tartotta a Békés megyei Család, Esélyteremtés és Önkéntes Ház, valamint a Család és Karrierpont. Zsia Kluca a harmadik korcsoportban második helyezést ért el Kerti Örömök című rajzával, melyet zsírkrétával és festékkel készített. Az, hogy milyen jó kint lenni a szabadban, és hogy jó a családdal együtt lenni. A harmadik korcsoport első helyezettje Szabó Boglárka lett Munkamegosztás a családban című rajzával. Alkotásával azt akarta bemutatni, hogy mi történik, ha elromlik a mosógép. Azt ábrázolja igazából, hogy hogyan lehet másképpen is mosni.
Az idei versenykiírásra 21 településről közel 450 pályamű érkezett. Viszonylag sokat időztünk itt, de sokkal többet is lehet. Tehát oly kedvesek, bájosak, aranyosak ezek a rajzok. Azt láttam, hogy sok olyan rajz van, aminek az apa is a címében benne van. Ez mutatja, hogy azért a gyerekek úgy gondolják, hogy természetesen az apa is szerves része a játéknak, a munkának, az utazásnak. A Békés megyei család esélyteremtési és önkéntes ház irodavezetője kiemelte. Tapasztalatai szerint a gyerekek nagyon szeretnek rajzolni. Volt olyan év, amikor 1500 pályamű érkezett. 2014 óta, vagyis 5. alkalommal hirdettük meg, és rendeztük is meg ezt a rajzpályázatot. A technika az nem volt megadva, bármilyen technikával alkothattak a gyerekek, pasztel, zsír, ceruza, vagy pedig toll, bármilyen technikával lehetett, és lehet is látni a közel 450 rajzon, hogy használták is ezeket a technikákat. Úgyhogy ez a felkészítő tanáron és a gyerekek kedvén múlott, hogy milyen technikával dolgoznak. Hercegné Számmel Anna Mária hozzátette, a család egy örök, klasszikus téma, így jövőre is ehhez kapcsolódik majd a pályázat. Kétnapos nemzeti kutyakiállítást szervezett a Békés Csaba Ifjúság és Sportkutyás Egyesület a Pósteleki Kastélyparkban az elmúlt hétvégén. A családbarát rendezvényre több mint 1100 négylábú kedvencet neveztek be. A kiállításra az ország számos pontjáról, sőt határon túlról is érkeztek versenyzők. Több Békés Csabai tenyésztő és tulajdonos is részt vett a kétnapos rendezvényen. Purzsa Roland két nápai masztív kutyáját nevezte be a versenyre. Hát ez egy elég különleges fajta, nagyon régi fajta. Mostanában egy kicsit megváltozott, ugye nagyon nagy test lett, csont lett, sok bőr lett rajta, és ezzel sajnos jöttek betegségek, de ezeket kontrollálva, egy nagyon jó fajta kutya, jól kezelhető, családbarát, gyerekszerető, úgyhogy nem olyan nehéz tartani, ha az ember odafigyel rá. A 18 hónapos kutya több kategóriában is első helyezést ért el. A felső vonala a jellegzetes párducszerű mozgása. A kiállítás szervezője elmondta, hosszú évek óta rendeznek Békés Csabán ilyen versenyeket, nem csak hazai, hanem külföldi jelentkezőknek is. Összfajtás kutyakiállításokról van szó, ahol minden típusú, mindenféle fajtájú és korú nemű kutyát meg lehet találni. Külön kiemelném azt is, hogy minden évben most már tradicionálisan megrendezzük a hobbi kutya szépségversenyt is. Ez egy olyan szép pontja a kiállításnak, amikor mindenki kibírja próbálni magát egy olyan éles körülményben, mint egy igazi show. A kétnapos kiállításra több mint 1100 kutyát neveztek be. Gyere, szagold meg! Elrajtolt a 6. megyefutás a Szent István térről hétfőn reggel. Békés Csaba egyik futó nagykövete a következő 13 napban átlagosan napi 54 kilométer teljesít. Tóth László összesen több mint 700 kilométer tesz meg 68 megyei települést érintve. A hét első napján több mint 10 futó melegített az áprilisi napsütésben Békés Csaba főterén. Tóth László a megyefutással újra a mozgás fontosságára hívja fel a lakosság figyelmét. Szerencsére többen csatlakoznak, és ugye visszatekintve belegondolok, hogy az első évben akkor mondjuk ilyen 2-300-an voltak összesen, akik csatlakoztak a futáshoz, most már ez tavaly már 2-3000 fő közé tehető, vagy annyi volt körülbelül a csatlakozók létszáma, idén meg úgy néz ki, hogy még többen lesznek. A futó nagykövet Békés megye 75 településéből idén 68-at érint. Indulás előtt Szarvas Péter polgármester aláírta az idei esemény térképét, amelyet az útvonalon található összes település vezetője is ellát majd kézjegyével. Ötvözte a lokál patriotizmust és a sport iránti szeretetet. Minden évben immáron 6. alkalommal több mint 700 kilométert futva Békés megyében népszerűsíti egyrészt a futást, másrészt Békés megyét, Békés megye értékeit, és minden évben egyre többen csatlakoznak hozzá Békés Csabán is és a többi 67 településen. Tóth László a rajt előtt még megmutatta az első napra tervezett 50 kilométeres útvonalat.
Ezt követően elkészült a csoportkép az idei első futókról, nem sokkal 9 óra után pedig elrajtolt a 6. megyefutás. A sportoló hétfőn Kaszaperig fut, majd a következő közel 2 hétben, mintegy 710 kilométert megtéve érkezik vissza Békés Csabára. A kezdeményezést a megyei és a Békés Csabai önkormányzat is támogatja. Az egészségünk, ami úgy gondolom, hogy az egész életünk során a legfontosabb. Ezért arra kell a legjobban vigyázni, mert ha nincs egészségünk, akkor nem tudunk dolgozni, nem tudunk családot alapítani, nem tudjuk élni az életünket. Ezért mindenki, aki ehhez kapcsolódik, úgy gondolom, hogy egy nemes célt visz tovább. És addig, amíg vannak ilyen sportolóink, vannak ilyen nagyköveteink, akik ezt hirdetik, addig nekünk nincs más dolgunk, mint hogy jelen legyünk, segítsük az ő munkájukat, és minél több oldalról próbáljuk őket támogatni. A megyefutáshoz bárki bármilyen távon csatlakozhat. Az útvonalat a legnépszerűbb közösségi oldalon lehet követni, sőt, ha valaki hétfőn évfélig regisztrál az eseményre, az egy emlékkérmet is kap az élmény mellé. Tóth László célja, hogy a megyefutás 2020-ban már mind a 75 Békés megyei településre eljusson. A Svitavszki Békés Csaba kiegyenlített a női röplabda bajnoki elődöntőben, miután hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Fatum Nyíregyháza együttesét a párharc második mérkőzésén. A címvédő ebben az idényben először győzte le szabolcsi riválisát, és megőrizte az esélyét a fináléba jutásra. A Nyíregyháza az elődöntő első összecsapásán 3 szetben diadalmaskodott, így 1-0-ás előnyt szerzett az elődöntőben. Ezek után a világos kékmezes csabai együttes nagy lendülettel kezdte a második összecsapást, de nagyobb különbséget nem sikerült kialakítani. A csapatok fej-fej mellett haladtak, hol az egyik, hol a másik együttes vezetett 1 ponttal. A címvédő a hajrában beleerősített, így 21-21 után már csak csabai pont született. A játszmát Nikoleta Perovic zárta le, ezzel a Békés Csaba került előnybe. A házigazda kezdte jobban a második szettet és 3-0-ás előnyre tett szert. A Nyíregyháza ugyan kiegyenlített, de a BRS-en nem engedte ki a kezéből az irányítást, így a vendégek vezetőedzőjének 2-szer is időt kellett kérnie a szett közepén. A csabaiak egy 7-1-es sorozattal 8 pontos különbséget alakítottak ki a felvonás végéhez közelítve. A szabolcsi együttes mindent megtett a felzárkózásért, és 4 szetlabdát is hárított. A játszmát végül Bodnár Dorottya zárta le, így a Békés Csaba 2-0-ra növelte az előnyét. A harmadik etap elején is kiegyenlített csata folyt a pályán. A BRS-e 14-11-es vezetésénél Hollósi László időkéréssel próbálta megfékezni a csabaiak lendületét. A hazai csapat a hajrához közelítve a mérkőzés leglátványosabb labdamenetét is megnyerte, ezzel közel került a győzelemhez. A Nyíregyháza a szett végén már nem tudott fordítani, a bajnoki címvédő pedig 6 mérkőzés labdához jutott. Nikoleta Perovic az első lehetőséget értékesítette, ezzel a BRS-e 3-0-ás győzelmével egyenlített az egyik csapat 3. győzelméig tartó párharcban. Így a csapat sikerrel ünnepelte a klub első bajnoki aranyérmének 5. évfordulóját. Ritkán éreztem ilyet az idei szezonban, amit ma éreztem a pályán. Tényleg együtt voltunk, nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélgettünk erről, próbáltuk megoldani ezt csapaton belül, de tudtuk, hogy ez csak akkor fog működni, hogyha egyszer jön egy olyan mérkőzés, aminek ilyen hangulata van, ami ma volt. Hollósi László a nyíregyháziak vezetőedzője értékelésében kiemelte, hogy a gyenge védekezés miatt szenvedtek vereséget ezen a találkozón. Nem igazán voltunk ma agresszívak, ez főleg mondjuk a blokk teljesítményünkön látszódott, tehát eddig ugye a Békés Csabát a jó blokk teljesítményünk és a jó védekezésükkel tudtuk megtörni. Ezen a mérkőzésen volt 3 darab blokk. Az elődöntő 3. mérkőzése csütörtökön 20 órakor kezdődik a nyíregyházi Continental Arénában.
A Békés Csaba 1912 előre csapatának nem sikerült a Nyíregyháza legyőzése, miután Boer Gábor csapata gól nélküli döntetlent játszott a labdarúgó MB2 30. fordulójában. A lila mezben pályára lépő csabaiak az első félidőben többször is közel álltak a vezetés megszerzéséhez. Elsőként a 11. percben Mészáros Márk lövésénél kellett védenie a nyíregyháziak kapusának, Jova Leventének. A 35. percben Vicien Ádám lőtt kapu mellé nagy helyzetben, míg a 44. percben Volent Roland próbálkozását hárította a vendégek hálóőre. A fordulást követően a Békés Csaba emberhátrányba került. Az 59. percben Király Patrik megkapta a második sárgalapját a játékvezetőtől, aki kiállította a csabaiak középpályását. A legnagyobb nyíregyházi gólszerzési lehetőség Hornyák Marcell nevéhez fűződik a 65. percben, de a 100. csabai bajnoki mérkőzését ünneplő Ribánszky László védte a lövést, így maradt a 0-0-ás döntetlen. A Békés Csaba továbbra is az 5. helyen áll a bajnokságban. A Békés Csabai előre NKS-e vereséget szenvedett a tabella jelenleg 3. helyén álló Érttől a női kézilabda NB1-ben vasárnap este. Az ezúttal fehérmezben játszó csabai csapat ősztel hazai pályán döntetlent játszott Pest megyei riválisával, most azonban elmaradt a pontszerzés. Horváth Roland együtteséből Balog Judit, Zöldi Tóth Katalin és Szögi Tímea is hiányzott sérülés miatt. Az Érd már az első félidőben 6 gólos előnyt harcolt ki magának, és 30 perc után 22-16-ra vezetett. Szabó Edina csapata a második félidőben bebiztosította sikerét, és 45-30-as győzelmet aratott. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!